Ezen a területen épül fel az új művelődési ház Szedresben. A beruházást egyedi kormánydöntés teszi lehetővé, aminek eredményeként a projekthez 800 millió forintot kap az önkormányzat. Ebből a pénzből nem csak az épület kialakítása történik meg, de még a berendezésekre is futja majd. Itt vagyunk a helyszínen. Lehet látni, hogy a szedresiek már bíztak ebben a beruházásban, és a régi több mint 50 éves művelődési házat a tavalyi 2019-ben már le is bontották, és készülünk az új művelődési háznak a megépítésére. Az elmúlt 10 évben Szedres folyamatosan fejlődött, felújították a templomot, az oktatási és egészségügyi intézményeket, és több útfelújítás is zajlik a faluban. A több 100 millió forintos beruházásoknak a befejező momentuma az új kultúrház felépítése lesz. Ez a közösségi tér, ez az, ami hiányzott a település életéből. Én azt gondolom, hogy az a több mint 1,2 milliárd forintos támogatás, ami az elmúlt 4 évben érkezett a településre, illetve azt megelőzően is több 100 millió forint támogatás érkezett, megújította az egész települési központot, de mondhatni azt, hogy szinte minden utcában új burkolat van, és minden szinte felújításra került Szedresen. Én azt gondolom, ezt megérdemlik mindenféleképpen a szedresi emberek. Horváth István azt is hozzátette, hogy ez a beruházás Szedres történetének egy olyan meghatározó fejlesztése, amire méltán lehetnek büszkék a Tolna megyei település polgárai.